Hiszünk abban, hogy aki ide felvételt nyer, az több lesz. Mind ipari tapasztalattal, mind tudással, mind pedig élményekkel egyaránt. Hiszünk abban, hogy mi kihozzuk a hallgatóinkból a maximumot, és egy olyan karrier lehetőséget tudunk nekik adni az egyetemi évek alatt, vagy az egyetemi éveknek a befejezésével, amivel álmainak az életét tudja megélni. A Paksi Atomerőmű kiemelt partnere a Dunaújvárosi Egyetem nyílt napján az egyetem szlogenjével invitálta a tovább tanulni szándékozókat a hallgatók soraiba az intézmény kommunikációs irodájának munkatársa Zöllei Ádám. Mint a legtöbb hazai felsőoktatási intézményben a Dunaújvárosiban is pályázható az esélyteremtést szolgáló Borza Hungarika ösztöndíj, melynek intézményi része havonta legfeljebb 5000 forint. Az igénylést a lakóhelyük szerinti önkormányzathoz nyújthatják be a hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló diákok. Paks önkormányzata az idén is csatlakozott az ösztöndíj pályázathoz, amelyhez a Humánpolitikai Bizottság most új pontrendszert dolgozott ki. Most megpróbáljuk úgy a diákoknak az igényét tenni ahhoz, hogy egyedül élő családban van netántán, vagy több gyermekes családban, több testvére van, úgyhogy megpróbáltuk egy ilyen pontrendszerbe beletenni. Szokták mondani, hogy a puding próbálja az evés, de remélem, hogy ez így igazságosabb, és külön köszönöm a Humánbizottságon lévő dolgozóknak, hogy ilyen sokat foglalkoztak vele. A Borza Hungarika többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezeteként az intézményi mellett megyei önkormányzati és települési önkormányzati támogatásból áll. A Paksi önkormányzat a 2022. évi pályázatokra 4 millió forintot különített el. Az elbírálás a települési és a megyei önkormányzatoknál történik. Az ösztöndíj pályázathoz az igénylőlapok november 5-én nyújthatók be az önkormányzatnál. A részletes pályázati kiírás és a pályázati igénylőlapok letölthetők a város honlapján.